Sziasztok everybody! Itt Kaktusz, és de régen volt Minecraft Let's Play. Ja, körülbelül 3 hónapja volt utoljára rész, ami olyan régen volt, hogy ahhoz, hogy ezt a részt most elkezdjem, tulajdonképpen meg kellett néznem az előző videókat, hogy tudjam, hogy most igazából hol tartok. Ez a monster trap, ez ahogy nézem, nem jó, na mindegy. És hát arra lettem figyelmes, hogy nekem rengeteg gyémántom van. De most komolyan. Melyik is ez az értékes chest? 23 gyémántom van, és még nem csináltam semmit. Szóval szerintem elkezdhetjük ezt az enchantolósdit, meg az ilyeneket. És akkor nekünk tök jó lesz. Szóval ebben a részben ezzel fogunk foglalkozni. És hát... először is kezdjük azzal, hogy teheneket fogunk tenyészteni. Ezt azért, hogy legyen bőrünk. De még gyorsan lerakom ezt a kaját. Mert van egy ilyen kisebb tehénfarmunk, ami, hát tudom, nem túlzottan nagy, de szerintem arra, hogy most megcsináljam ezt a 18 darab könyves polcot, azt hiszem annyi kell, arra elég lesz ez a kis tehénfarm is. És ahogy nézem, már hamarosan majd ölni is kell belőlük, mert nem állapot már, ami mennyien vannak itt ezek. Ja, különben nem ez lesz a végső, ez csak egy díszfarm. A végső farm az egy ilyen ipari farm lesz, ami hát több száz tehén egy blokkban, és ők úgy tenyésztem őket, és ott automatikusan megöldik és kisütik a húsát, szóval, ja, az lesz majd a végső, de egyelőre még csak ezzel kell gazdálkodnom, meg hát persze itt a környékéről leveltem a teheneket simán, mert úgy is visszaszpawnolnak, és semmi értelme nincsen, hogy ők most ott vannak. Meg amúgy ezt a farmot innen már lebonthatom, mert ott van a nagy. Szóval jó, ezt a farmot innen most lebontom. Na hát ezt így betemettem. Nem tudom, hogy volt, de mindegy, ez most egyelőre így maradt. És amúgy így belegondoltam, hogy mi legutoljára nem 1.9-be játszottunk, mert akkor már ugrottunk egy patchet, amivel igazából semmi érdekes nincsen, csak hogy az a lényeg, hogy ugrottunk egy patchet. Nem tudom, hogy hova lettek innen a bobok, vagy nem tudom, mi van. Na mindegy. Az a lényeg, hogy valamennyire azért spawnolgattak ebbe a monster trapben bobok. Mert én azt hittem, hogy ez egyáltalán nem működik. Na, akkor van 33 bőrünk. És szerintem az lesz a következő, hogy kell vizes vödör. 2 az elég, mert akkor majd lesz egy örök vízünk. Készítek egy gyémántsárkányt, és nem megyek egy olyan saját bányába. És készítek enchanting table-t, mert kiszedek majd izét obszidiánt, és a nether kaput is majd elkészítjük, de oda még ebben a részben nem fogunk lemenni. Mert hogy a következő rész arra fog szólni, de majd ki tudja. Még amúgy, hogy belegondolok, rengetegféle dolgot meg tudnánk még csinálni, és meg kéne még csinálni. Szóval, ja, még azért van mit csinálni, szóval nem fog hamar befejeződni ez a sorozat. Itt fogok lemenni, és hát akkor jó sok idő múlva találkozunk, amikor lávát találok. Úgy tűnik, megtaláltam az első láva forrásomat. Szóval, ezt valahogyan felülről kéne megközelíteni, és leönteni ezt a nagy ilyen területet vízzel, és akkor kapnánk jó sok obszidiánt. Bár ahogy nézem, ez nem úgy van, mint ahogy én azt szeretném, hogy akkor ez így majd egy szintben lesz egy csomó láva. Nem, ez így össze-vissza van. Szóval valahogyan tovább kéne ásnunk, hogy ez megfelelő legyen számunkra. Így errefele tovább ásunk. Oké. És ez is még megy följebb. Remélem itt már nem fog... Találtunk egy normális lávatavat. Azaz itt van hely is fölötte. És redstone, szóval egy bányát találtunk. És így leöntöttem, szépen is kaptunk obszidiánt. Oké. Egyelőre királyok vagyunk, mert nem gondoltam, hogy ilyen könnyen meg fogjuk találni azt, amit mi akarunk. De erre most inkább nem megyek el, csak kicsit felderítem a területet, hogy ne támadjon rám semmi. Még ebben a részben nem akarok most bányászni. Mert...
Egyszerűen nincs kedvem. Most csomó minden más csinálhatnánk. Ez így nem jó amúgy, mert most alattunk láva van. Szóval így már mindig ki kell pótolni minden egyes obszidiánt, amit ki akarunk szedni. Jó van, akkor én elkezdem az obszidiánoknak a kiszedését. Sőt, inkább előtte a redstone-t, mert ez fontosabb most számunkra. Mivel igazából nem fontosabb, csak hát azzal kezdem, mert az most így sokkal izgalmasabb. Na mindegy, egy vágás után valószínűleg már ki is szedem az összes obszidiánt, amire nekünk szükségünk van. Na szóval emberek, 4 darabot szedtem ki, mert nagyon lassan megy, és úristen, de rossz. Szóval majd akkor jövök vissza a Nether portálnak megfelelő obszidiánért. Amikor szépen már nekem meg lesz a beencsantó, a gyémántcsákányom. Szóval hát ja, akkor egy vágásra meddig felérek a felszínre. Na, itt is vagyok a felszínen, közben kint elerett az eső. Mármint úgy értem, hogy itt a valóságban kint. Szakad az eső tulajdonképpen, de mindegy, tök jó nekem, hogy így bent vagyok. Na. Mi a... Eltűnnek a csesztek. Na, nem baj. Készítsük el az enchanting table-ünket. Ehhez még 2 darab gyémántra lesz szükségem. Így. És hát akkor csapassuk. Na, meg is van. Ezért kaptam is egy achievementet. És hát nagyjából tudom már, hogy hova fogom ezt az enchanting table-t elhelyezni, vagy ezt az egész enchantolós dolgot. De mégsem. Szóval igazán vagy lemondtam róla, hogy inkább nem oda. Hanem mondjuk azt kéne, hogy már terjeszkedhetünk a következő szintre, mert én ide nem enchantolós dolgot terveztem. Vagy még egy lehetőség fennáll, hogy itt befúrunk, és több járat lesz, többféle szobába. És akkor az egyik az enchantolás lesz. Szóval szerintem most ezt fogom inkább választani. És akkor befúrunk ide, és szétágazó lesz a dolog, a potionöző izé is itt lesz, meg a Nether portál is. Szóval, ja. Akkor első dolgunk az lesz, hogy egy utat építünk oda befele. Van nálam szerintem elég fa ehhez. Így. Na, ez így mondjuk azt, hogy jó lesz. Majd korlát is kell, de az majd még ráér később. Ezt innen biztos, hogy lejjebb bontom, mert így nagyon ronda. Hogyha ez így felér idáig. És... Jó, így fogok így befele ásni egy ilyen 3 blokkos lukat. Nem tudom meddig, inkább nem kéne ezt a gyémántcsákányt együtt használni. Mert majd encsatolni akarom. Jó, és akkor mondjuk legyen ez az enchantolós cuccos, így errefele, így a jobb oldalra. Szóval akkor majd így erre lesz egy ilyen kis elágazás, és ott lesz az enchantolós barlangunk. Mi a barlangunk? Szobánk. Jó. Akkor ezt most kialakítom, és addig lesz egy ilyen vágás. Na, mit szóltok ehhez? És akkor így lesz itt közvetlenül az enchanting table, így körülbelül így itt. És itt tesznek körbe a könyvespolcot. Szerintem ez egy jó kis megoldás, és akkor majd előrefele még lesz a Nether portál. Erre pedig ez a potion-ös cuccos szoba. Ami valószínűleg úgy lesz, hogy hát nem fog beleférni ebbe a hegybe, ezért így lefele fog vezetni egy járat oda. Legalábbis itt. És hát akkor így, ja. Kezdjük is el inkább így innen a... Ez fájt. Ez nem tetszett annyira, nem tudom, hogy vagytok vele. Na mindegy, én úgy gondoltam, hogy akkor most azt így innen egy elkezdjük. Majd nagyjából rendbe hoztam a dolgokat. Viszont itt azért még egy réteget ki kell majd ásni a falból, mert itt lesz majd a falnak a folytatása. Ugyebár, hogy nem ilyen kőből meg földből lesz a falnak az oldal, hanem szépen fából kidekorálva. Mikor szerintem ez egyértelmű. És nyilván a plafon is. Szóval, hogy éppen, hogy így már majdnem ki is ásunk a hegyből, de szerencsére nem. És ez kell ahhoz, hogy ezt így meg tudjuk csinálni. Basszus, eltért az ásom. Ugye ezt a pár blokkot majd kiütöm kézzel.
És hát akkor valahogyan úgy lesz, hogy ezt így fogom, és nem. Ez így beljebb. Ez a kisebb ilyen kapuszerűség, ez így beljebb lesz, mondjuk. Ó, basszus. A hülye auto jump. Engem nagyon idegesít. Még Pocket Editionbe... Anyád! Pocket Editionbe úgy azt mondom, hogy oké. Okay. Mert... Pocket Edition-t azt úgy nehéz irányítani, és akkor ez úgy hasznos tud lenni, hogy így auto jumpolgat teked. De itt ez mocskosul idegesítő. Legalábbis én szerintem. És ezeket a földeket itt még azért ki kell ásni. Ahhoz, hogy minden jó legyen. Így. És itt amúgy az egész padló deszkából lesz, csak még nincs így. Mert hát mi is legyen. És... Itt ez így is a hely... Ez így nincs jól. Szóval valahogyan... Így... Nem tudom. Nem. Így. Ez mit szóltok? Szerintem egész jó. És akkor legyen ez a másik oldalon is? Nem, itt már komolyabbra veszik a dolgokat. Ma nem csak így összehányunk egy ilyen izét, hanem... Megint esteledik. Pedig nemrég aludtam. Ezt tökre nem értem, miért van így, hogy ilyen gyorsan esteledik. Na mindegy, akkor még majd mindjárt elmegyek aludni. Csak még azt terveztem, hogy akkor itt mögött lomb lesz. És akkor azt a dizájnt fogom alkalmazni, mint amit itt alkalmaztam. Azt a szépet. Na jó van. Akkor aludjunk egyet. És akkor lomb kell, deszka, ami van nálam. Meg ugyebár kerítés. Lombunk van. Nem úgy tűnik, mint hogyha lenne, pedig erősen kéne, hogy legyen. Vagy várjunk csak, azt ide raktuk. Én erre nem emlékeztem, hogy azt ide pakoltam, és nem a blokkokhoz, pedig én most már oda pakolnám. Régen úgy látszik, hogy más szokásaim voltak, meg én elfelejtettem másút hozni. Ez... nagyon nem volt jó, tehát hogy elfelejtettem másút hozni. Ezt ide beföldezem, hogy jó legyen. Ú, basszus. Hát ez így nem hiszem, hogy a legjobban fog majd így menni. Akkor csak így simán. Nem lesz ez így ronda. Még mindjárt meglátjuk. Fáklyákat ide. Majd valami fényt kéne, vagy nem tudom. Szerintem úgy kéne, hogy így egy fáklyát. Á, ez nagyon ronda. Akkor maradjon a régi verzió. Vagy ha már itt vagyok, akkor ezt bedeszkázom ezt a leghátsó részét így. Hogy az legalább annyira ne legyen ronda. És... így. Na, nem látszik annyira. Szerintem szép. Jól néz ez ki. Jó kis cuccos. És akkor az egész izét itt be lehet fedni. Így. Ja, és akkor falakat is, de szerintem a falnak lesz valamilyen különféle dizájnja. Nem csak így simán. Oda is kitalálok majd valami jó kis dizájnt. Meg hát... Ha belegondolunk, akkor... Nem úgy vannak a dolgok, ahogy mi ezt szeretnénk, mert... Várjál már, így? Nem? A hülye auto jump egyszerűen annyira hátráltat, hogy azt nem tudom elmondani. És akkor itt is lesz még egy ilyen kis cuccos. Jó van, jó lesz ez. Hát ez tetszik nekem. Annyira büszke vagyok az építési technikámra. Egyszerűen tök jól megy. Nem tehetek róla, hogy király vagyok. És akkor kicsit itt átszervezem a dolgokat. Így. Mit szóltok ez? Mondjuk igazából nem tudtok semmit se szólni, mert ez nem live. De szerintem ez így tök jó. És akkor majd lesz egy járat előre. Ugyebár jobbra és balra is. De ezeket még inkább nem csinálom meg. Mert hát ahhoz majd Netherbe kell emelni, hogy ezeket is meg tudjam csinálni.
Szóval, ja. Na. Szerintem ez nagyon jól néz ki egyelőre. Legalábbis nekem nagyon tetszik, és akkor úgy lesz, hogy itt a könnyes polcok majd eltakarják ezt. És igazándiból az elején nem lesz itt telepakolva a könnyes polca, sőt szerintem nem is lesz, ja. Nem lesz. Ez úgy lesz, hogy így. Mert nem is kell annyi könnyes polca ez. Bár mondjuk lehet, hogy majd telepakolom, mert hogy úgy jobban néz ki. Vagy nem tudom, de mindegy, egyelőre így lesz. És ez lesz így itt megpakolva deszkával. Ugyanis ez így jól néz ki. Legyen három blokk magasság. És akkor itt lesznek majd a könyves polcok. Jó, nagyon királyabb tartunk egyelőre. De mindegy, szerintem most már tényleg befejezem. Legvégül ez lett így belőle. Szerintem menő lett, bár mondjuk az oda nem kell. Az a földkocka oda nem kell. Jó. Szerintem ez így jó lesz, már csak könyves polcok kellenek, és akkor... És akkor minden király lesz számunkra. Könyvünk az van egy... Ja, van itt nálam 20 darab, de... Kéne még csinálni, mert ez így nem lesz elég ahhoz, hogy 30-as encsontolást tudjunk csinálni. Három darab kell ugyebár. Három darab papír kell egy könyvhöz. Hát ez se lesz szerintem elég, mert... 18 darab könyves polchoz 48 darab könyv kell, és ez csak 41. Nem is 48, hanem izé kell hozzá, 54. Te hülye vagyok. Jézusom, hogy tudtam egy ilyen egyszerű számítást elszámolni? És úgy néz ki, hogy nem lett elég, mert 54 darab kell. Szóval... Aratok gyorsan egyet a búzafarmomról. Szóval tényleg kénytelen leszek megölni, mert hát kiszökött, vagy nem tudom. De nincs itt helye neki, szóval meg kellett, hogy öljem. És jó, nem tudok más sprintelni. Na meg is van az 58 darab könyv, ami már több is, mint amennyit én akartam volna csinálni. Na. Most jó sok darab izé kell nekünk. Deszka. Lehet amúgy, hogy ez nagyon is sok lesz. A végül is nem. Nagyjából annyi, mint amennyi kell. Ó, hát és egy achievementet is kaptunk. Ami mondhatom nagyon jó. Mármint igazából semmi értelme nincsen, de mindegy. És hát akkor berakjuk szépen. És már száll is a tudása egy csont asztalunkba. Mi? Na mindegy. Nekem nem volt semmi értelme. És most gyorsan lefekszek aludni, mert már izé enchantolni akarok. Megnézem, milyen enchantokat tudok majd csinálni. Mert most ugyebár 30-as szintű vagyok. Aztán megnézem, mi van kardra, meg izé csákányra. És nézzük, mint mit a csákányra. Fortune 3-at instant! Ezt muszáj megcsinálni, mert Fortune 3 ma izé. Kiszedsz egy gyémánt blokkot, aztán rengeteg izét kapsz vissza. Gyémántot, sokkal többet, mint amennyit te bele... Mint amennyit te láttál. Szóval ez nagyon jó lenne. Mindenféleképpen megcsinálom. Szerintem még nem Fortune 3 volt? Vascsákányra Fortune 3 van, erre csak Fortune 2. De mindenféleképpen gyémántcsákányra kéne ezt megcsinálni. Szóval arra fogom. Fortune 3... Kettő igazából, és efficiency 4 baromi jó szerintem. Ezt megérte beencsantolnunk. És hát akkor igazándiból ezt még nem fogom. Ez még inkább nem csinálok semmit, mert nincs rajta unbreaking. Maximum gyémánt bányászatra fogom használni. És... Amúgy meg nem, mert ugyebár hát nincs rajta unbreaking 3. Emiatt ezt így nem érdemes használni. Most nézem, hogy ez elvileg működik már, mint... Itt ebbe... Több lesz a dolog. Szóval szerintem ez elvileg működik, de mindegy. Nem úgy néz ki, mint ami annyit termelne, mint amennyi nekünk majd kellene fog, de jó, jó van, egyelőre jó lesz ennyi. Szóval hát ez a videó ennyi lenne.
Köszönöm, hogy megnézted. Ha tetszett, nyomd rá egy lájkot, és hamarosan találkozunk a következő videóban, de addig is sziasztok!